aztán egy újabb hazai játékos marad lenn, de ez is megy tovább. Csobot nagy lendülettel indul, Csobot még, Guri előtt elviszi az ember, Csobot ki a másik oldalra, az már úgy lövőhelyzet, ott a lövés és az egyenlítés! Simon az első labda érintésére egyenlít az Újpest. Alig telt el egy perc a második félidőből. És a csereként beállt Simon góljával egyenlít az újpesti csapat. A harmadik gólját szerzi a szezonban, és mondtam, Kisvárda ellen eredményes volt, és most is az. Remekül indul meg Csobot, Guri lesre fut, kiteszi a szélre Csobot, és Simon Krisztián egyet igazít, és aztán kilövi a hosszú alsót. Nagyon szép gól, esélye sincs Hindriknek. Újpesti csapat 7-es számú játékosa, Simon Krisztián.